Az Open IoT-ről fogok ma beszélni, ez egy kapunyitó eszköz, kapuvezérlőhöz lehet felszerelni. A terméket úgy alkottuk meg, hogy az idei piaci tapasztalatok és az új jövőbeli igények és a mai kor igényei alapján legyen megkonstruálva. Ezekről a sajátosságokról, ezekről a műszaki megoldásról fogok ma nektek beszélni. Mint ahogy a képen látjátok is, itt egy okostelefonos alkalmazással összekötött eszközről van szó. Ez ma már a mai világban elvárható, tehát a távirányítókat gyakorlatilag a okostelefonra próbáltuk ugye átterelni ebbe az irányba, és akkor rögtön el is mondom, hogy milyen műszaki megoldásokról van itt szó. Felhasználói előnyök az első körben, amire fölhívnám a figyelmet. Ugye ma már ezeknél a kapunyító eszközöknél nem csak az a fontos, hogy műszakilag tudjanak egy kihívásnak megfelelni, és hogy betöltsék a feladatukat, hanem az is, hogy ez egy élmény legyen, egy felhasználói élményt lehessen ezzel nyújtani, illetve hogy minden napokban olyan problémát tudjon megoldani, amelyik kényelmesre és biztonságosra teszi a használatát. Ugye az elvárható ma már, hogy internet kapcsolat alapú legyen a működés, ez megvalósul ebben a termékben. Ugye ennek az egyik fő előnye az az, hogy nagy távolságban lehet kezelni, használni, tehát akár a világ másik végéről is lehet nyitni a kaput, hiszen nem egy közvetlen direkt kapcsolat van rádiós módon az eszköz és a telefonom között, hanem az interneten keresztül tudom kiadni azokat a parancsokat, amin keresztül ezt vezérelni tudom. Az applikációkból történő vezérlés, ez ki lett így emelve, de emellett még lesz arról szó a bemutató során, hogy mikről lehet még, milyen eszközökről lehet még vezérelni. Tehát az applikáció mellett azért lesz még egy jó néhány kezelési módja. Jelenleg az eszköz Wi-Fi és LAN kapcsolattal tud, tehát ugye az a távolsági korlát, amit az előbb említettem, az ilyen módon legyőzhető, hiszen internet alapúvá válik a kapcsolat. Itt rögtön föl szokott jönni egy direkt kérdésnek, hogy lehet-e SIM-kártyát tenni ebbe az eszközbe. Nem, erre egy másik eszközünk van, tehát annak, akinek SIM-kártyás megoldásra van szüksége, annak a gate control-t tudjuk ajánlani. Hogyha valaki mégis ezt az eszközt szeretné használni, akkor lehet olyan módon, hogy egy olyan routert használni hozzá, ami kártyából meg tudja azt oldani, hogy legyen hozzá adott kapcsolat, és ilyen módon fel lehet használni ezt az eszközt. Ilyen módon is hallottuk már azt, hogy használják egy páram, tehát hogy volt már ilyen felhasználó. Okos kényelmi funkciók integrálása, hangvezérlés, okos óra, ezekbe bele fogok még menni részletesebben, de itt egy ilyen étvágy gerjesztőként felhoztam az elején, hogy lehessen azt látni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a telefonomon tudom az applikációval kezelni, tehát tényleg azok a kényelmi és az okos funkciók is bejönnek az eszköz használata során. Ami egy, majdnem, hogy azt mondom, hogy egyedülálló, de mindenképpen egy nagyon előnyös tulajdonsága az eszköznek az, hogy a bemeneteken keresztül a kapuk állapotát is vissza lehet jeleztetni. Erről is lesz még szó részletesebben, úgyhogy megyek is tovább. A 50 felhasználói díjmentes, az árazásról is lesz szó még gyakorlatilag a előadás során, úgyhogy ezekre is majd részletesen akkor fogok kitérni. Jó, a többit megbeszéltük, igen, a SIM-kártyamentes működés. Jó, oké, akkor lépünk is tovább. Hát első körben a hardware tulajdonságokról mondanék egy-két szót, és egy olyan fajta érdekességről, vagy egy olyan gondolatébresztőről, ami az elmúlt hetekben sokszor volt kérdés, beépített tápegységgel rendelkezik az eszköz, ez 85 és 265 volt AC között teszi lehetővé a működését. Ez a tartomány ez azért volt szükséges, az alsó tartomány, hogy akár külföldi, amerikai piacokon is, ahol 110 volt van, ott is lehessen működtetni az eszközt. A 265 voltra pedig azért van szükség, meg egyébként a beépített tápfeszültségre, tápegységre is, mert tapasztalatuk az, hogy eléggé megnőtt a napelem rendszerek miatt a hálózati feszültség Magyarországon, és próbáltunk olyan tartományt lőni, hogy ez ne okozzon problémát. Azt tapasztaltuk egyébként, és más gyártók is ilyen visszajelzéssel éltek, hogy általában a tápegység szokott a szűk keresztmetszet lenni, meg hogy hogyan van tápolva ez az eszköz, és ezt a hibát szerettük volna úgy kiküszöbölni, hogy ezt a problémakört, hogy saját tápegységet kapott ez az eszköz, ez be van építve, be van rakva a burkolat alá, tehát egyszerűbbé teszi a telepítését is ennek az eszköznek, hiszen azért 230 voltos hálózatot azt minden kapu mozgató környékén és kapunyító környékén lehet találni. Nem szerettünk volna elmenni abba az irányba, hogy egy ilyen bedugós tápegységet kelljen még külön alkalmazni az eszközhöz, hogy ez így kompletten készre van szerelve ilyen módon.
Lesz még két kocka egyébként a távfeszültség, úgyhogy ki fogok még rátérni. Ami még egy érdekes és fontos paraméter, ugye az, hogy a benne lévő relét mennyire lehet terhelni. Ez 250 volt 2 amperen tud gyakorlatilag kapcsolásokat végezni, tehát ez az a megfelelő árammennyiség, amit ugye át tud engedni ez a relé. Hát vannak ugye a fizikai méretei, a hálózati kapcsolat Wi-Fi 2,4 GHz, ez szokott följönni még kérdésnékként, tehát ez egy gyakran ismételt kérdés, hogy 5 GHz-et is tud-e? Nem, ez 2,4 GHz-en, ugye ez most még ez az elterjedtebb, avval tud összecsatlakozni, tehát ezt a frekvenciatartományt tudja az eszköz kezelni. A LAN csatlakozásra is van lehetőség, ugye ez ilyen kicsit újdonságszerű, tehát hogy azért ahhoz hozzá kell szoknunk, hogy ma már minden ilyen eszközhöz a későbbiek során is érdemes kiépíteni a LAN csatlakozást. Avval tisztában vagyunk, hogy ami most meglévő kapuk ott azért viszonylag kevés alkalommal van kiépítve, viszont a későbbiekben, hogyha tudja valaki, hogy ilyen eszközt szeretne szerelni, akkor ott már érdemes. Ennek el fogom mondani még, hogy mi a további előnye, és hogy miért került ez így rá gyakorlatilag erre az eszközre. Kimeneteknek a száma az kettő darab relé kimenet, a bemenetek száma 3, ezt fogom még részletezni. Ugye a lapnak az alján lehet látni egy ilyen kis ábrát, hogy milyen kapukhoz lehet használni. Ez is csak egy ilyen kis fantázia ébresztő, hiszen tudjuk azt, hogy minden kapu, amihez vezérlés van, az alapvetően lehet használni ezt a készüléket, sőt, sorompóhoz is lehet, tehát az is rajta lehetne az ábrán, és lehetne használni akár redőnyvezérléshez is. És úgy is van kialakítva az elektronika, erre majd a kimeneteknél rámegyek, hogy hogyan és miért van így megalkotva ez az eszköz, és akkor jobban fogjátok látni azt, hogy milyen felhasználási módok vannak. Oké. A tápellátásról már beszéltünk, ugye ezt a 230 voltot jelöltem már meg ezen a diakockán, ugye ez Magyarországon ez a legelterjedtebb, tehát ezen a piacon többnyire ezzel fogunk találkozni. Ezt kell elágasztatni akár a kapu vezérlőben, vagy akár a kapu mozgatónál, tehát ehhez a legkönnyebb hozzáférni jelen pillanatban. Azt megbeszéltük, hogy beépített tápegységgel rendelkezik az eszköz. A PoE csatlakozásnál ott 48 voltos PoE-t tud kezelni, tehát hogyha valaki vesz akár PoE injektort, akár PoE switchet, akkor arra oda kell figyelni, hogy a 48 voltos tápegységet vásárolja meg. Ugye itt ígértem, hogy vissza fogok térni még erre a hálózatos táplálásra, meg alapú dolgokra. Itt azért volt erre szükség a kitérőre, hiszen egyre több IP kaputelefon van, és az eljut már a kaputelefonig, tehát olyan helyeken, ahol esetleg egy ilyen eszközzel kell okosítani a kaput, vagy van rá lehetőség, akkor szét lehet ágazni egy switch-el, és meg lehet azt oldani, hogy akkor az Open IoT-ba is eljusson a LAN-kábelnek a vége. Ha nulláról van kiépítve a rendszer, ennek az a nagy előnye, hogy ha egyébként mondjuk egy háztól nagyon messze lenne ez a kapu, és a Wi-Fi mondjuk úgy nem ér el odáig, akkor egy vezetékezéssel megoldható az, hogyha ez az eszköz rá van csatlakoztatva a hálózatra egy switchen keresztül, akkor ez a távolság ez gyakorlatilag korlátlan lehet. Tehát azt mondom, hogy észszerű határokon belül, ameddig a LAN működne, addig fog működni ez az eszköz is, tehát az a hosszúságú vezeték az biztosítja azt, hogy táplálni lehessen. Ugye van már, akinek biztonsági igénye van arra, hogy egy zárt, ne wifi is legyen, tehát ne egy rádiós rendszer, ne egy vezetékelő rendszer legyen, nekik ez kedvez, tehát vezetékkel meg tudják azt oldani, hogy egy zárt hálózaton keresztül tudják ezt az eszközt üzemeltetni. Oké, a Open IoT kimeneteiről gyakorlatilag most fog így részletesebben szó esni. Itt ugye a szakembernek a szeme megakad rajta, ugye egy két kimenetes eszközről beszélünk, viszont itt a két kimenet az a működési módot határozza meg. Tehát itt arról van szó, hogy alapvetően telepítői logikával rögtön arra gondolnánk, hogy az egyes kapu kettes kapunak a nyitása, de itt nem erről van szó, hanem itt azt a feladatot próbáltuk megoldani, hogy alapesetben följött az sokszor, hogy vannak olyan kapumozgató és kapunyitó elektronikák, ahol csak egy bemenet van a nyitás-zárás, ugye ez a step-by-step működési üzemmód, és vannak olyan kapumozgatók, ahol külön van a nyitási és külön van a zárási bemenet, tehát például akár egy gyors kapunál, ahol fölfele-lefele gombok vannak külön, ugye áruházakban szoktunk ilyenekkel találkozni, vagy garázsoknál, ott nem tudtuk volna másképpen megoldani, csak úgy, hogyha van egy külön kimenet a kinyitásra, meg egy külön a bezárásra, és ezt a két működési módot tudja a két kimenet vezérelni. Erre van lehetőség, így tudjuk megoldani. Ebben mindjárt bele fogok menni még részletesebben. Itt egy pici ábra látszik egyébként a
a rajznak az alján, vagy az oldalnak az alján a működési módról, tehát lehet azt látni, hogy gyakorlatilag miről van szó, de klasszikusan, hogyha valaki használ már ilyen kaput, azt tudja, hogy távirányító általában úgy szokott működni, hogy megnyomom az egyik gombot, akkor elkezd mozogni a kapu, elkezd nyitni, megnyomom még egyszer a gombot, akkor megáll, és ha újra megnyomom, akkor az ellenkező irányba elindul. Ez lehet az egyik működési mód, vagy a másik működési mód, hogy a két gombos távirányítom, vagy az egyik gombot megnyitom, akkor kinyit a kapum, másik gombot megnyomom, akkor pedig bezár a kapum. Ugyanezt végeztük el gyakorlatilag olyan módon, hogy az alkalmazásban is tudjon működni ilyen módon a kapu, hogyha ilyen eszköz van felszerelve. Egy pici ábra készült is erről, hogy hogyan működik ez a step-by-step üzemmód, meg ez az OTA 1-es kimenetnek a lehetősége, tehát itt arról van szó, hogy azok a kapu vezérlő elektronikák, amelyikben ugye van egy bemenet, egy indító, egy nyitó bemenet, oda tudok adni egy impulzust. Ugye ez egy pillanatnyi impulzus lesz, tehát egy olyan működés lesz, hogy az alkalmazásban elvégzek egy kapcsolást, és itt egy hát vagy rövid zárat, vagy szakadást fog kiadni. A kimenetnél majd ki fogunk arra térni, hogy NOC, tehát tudja mind a kettőt, tehát bármelyik működési módon lehet majd üzemeltetni ezt a kapu vezérlőt. A másik működési mód, ugye, amiről volt már szó, amikor külön van egy záróimpulzusom és külön van egy nyitóimpulzusom, ugye az OUT 1 és az OUT 2 szolgáltatja ezt a megoldást, és a motor vezérlőbe meg lehet akkor adni azt, hogy melyik üzemmóddal működjön. Mind a kettővel találkozunk, tehát azért is volt erre szükség, hogy tudja az eszköz mind a kettőt, hogy minden kapu mozgató elektronikához ezt lehessen illeszteni. Arról beszéltem már, hogy a Open IoT-nak bemenetei is vannak. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan funkciója és egy olyan hozzáadott érték, hogy tényleg valójában tudom azt, hogy a kapu hogyan, milyen működési módban van, milyen állapotban van. Itt ezzel a rajzzal ezt szimuláltuk is, gyakorlatilag lehet látni azt, hogy milyen bekötési lehetőségek vannak. Két végállás kapcsolónak a bekötésére van lehetőség, ilyen módon a teljesen nyitott és teljesen zárt állapotot is lehet látni, és a köztest. Erről majd fogok videót mutatni egyébként, hogy hogyan néz ki az alkalmazásban ez a animált videó gyakorlatilag, hogy mit fogunk látni a készülékünk képernyőjén. A kapunyitás impulzussal pedig van lehetőség arra, hogy akár egy nyomógombot, akár egy távirányítónak a bemenetét oda kötve, ezen az eszközön keresztül is meg tudjuk kapni azt a nyitási parancsot, amit közvetíteni tud a kapuhoz, tehát akár párhuzamosan is megmaradhat a nyitási módja, vagy távirányítónak, vagy egy nyomógombos nyitásnak, vagy akár a kaputelefonról ki lehet nyitni. Ezt a fényképet egyébként azért raktam ide föl oldalra, mert ugye tipikusan a garázs ajtó nyitás érzékelőknél szokott ez egy jó kérdés lenni, hogy hova tegyük fel a végállás kapcsolókat és miért. Ráadásul ugye mi ezek után azt javasoljuk, hogy célszerűen kettőt lenne érdemes tenni belőle, hiszen akkor tényleg a valós működéskor lehet látni azt, hogy a kapu teljesen lezárt-e, teljesen nyitva van-e, és hogy a köztes állapotban megrekedte esetleg, hogy ott állt meg a kapu. Úgyhogy tényleg egy nagyon jó képet kapunk vissza arról. Itt lehet is látni ezeket az ábrákat ilyen ikonokban, lehet, hogy ezt fogjuk látni, de erről lesz videó, úgyhogy ezt meg fogom tudni mutatni. Az eszköznek egy nagyon nagy előnye lett az, hogy nem szükséges hozzá a notebook a programozáshoz, tehát nem az van, hogy a tűző napon vagy a jég közepén állok kint a notebookommal és próbálom beállítani. Az összbeállítása az kettő darab dip kapcsoló, hogy lehet is látni az ábrán, hogy ennyi a beállítás, az összes többi paramétert, ami szükséges, azt az applikáción keresztül lehet beállítani, tehát minden olyan programozandó paraméter, ami a működéséhez szükséges, azt gyakorlatilag a készüléken lehet beállítani. Ez nagy erőny mind a telepítőnek, mind a felhasználóknak, tehát mind a ketten szeretik, és majd a felhasználó hozzáadásánál látni is fogjuk, hogy mennyire egyszerű lett ez a feladat. Tehát ez mindenkinek megnyugtató, a telepítőnek is, meg a felhasználónak is, hogy viszonylag egyszerűen tudja kezelni ezt az eszközt. A beállításban egyébként azt látjuk is, hogy az egyiknél ugye azt állítom be, hogy a végállás kapcsolóm az NO-s legyen, vagy NC-s, és a másiknál pedig az üzemelési módot tudom kiválasztani, tehát hogy ennyi az a működés, amit gyakorlatilag az eszközön kell beállítanom. Oké. Felhasználók száma. Itt ugye az eszköz nyilván több felhasználót tud megkülönböztetni, több felhasználót lehet hozzáadni, ez e-mail cím megadásával lehetséges, tehát e-mailben tudom meghívni a felhasználókat. Ez nagyon egyszerű, tehát ezt fog látszani abban a videóban, ami erről készült, hogy ezt rögtön meg fogom majd mutatni
a diavetítés végén. Ami föl szokott kérdésként jönni, általában mindig, tehát az elmúlt hetekben ezt tapasztaltuk, hogy hány főt tud kezelni, ez hogyan működik. 50 főt tud ingyenesen kezelni, egyébként itt lehet is látni az árazást, tehát 50 fő ingyenes felhasználó van, 100 felhasználóig utána 25 euró, 500 felhasználóig pedig 75 euró ellenében lehet használni. Ez mobiltelefonos vásárláson keresztül történik, tehát hogyha valaki eléri az 50 felhasználót, akkor ott bankkártyás fizetési lehetősége, ki tudja választani azt, hogy mennyire szeretné fölbővíteni a lépcsőkbe a felhasználó számot. Egyébként a OpenIT-ból többet is lehet használni, tehát egy alkalmazáson belül többet hozzá lehet rendelni az eszközökből, tehát hogyha van egy külső kapum, van egy belső kapum, vagy több telephelyen szeretném ezeket üzemeltetni, akkor egy felhasználó több kapunak is hozzáfér a vezérlési lehetőségéhez. Ugye arról volt már szó, hogy milyen automatizmusok, vagy milyen kényelmi funkciók vannak. Hát az, hogy alapapplikációban működik, ez szerintem alapvetően elvárható, hogy ilyen készüléktől, tehát erre készült. A hangalapú vezérlés ugye a Siri-vel oldható meg jelen pillanatban. Egyébként a készülék multiplatformos, most az iOS támogatás az, amelyikben a legtöbb funkció már elérhető, de az Androidon is működnek a dolgok, viszont van egy jó néhány olyan fejlesztés, ami a későbbiekben fog megjelenni, tehát lesz a későbbiekben egy geofencing például, ahol helyzet alapján lehet majd ezeket a vezérlési funkciókat automatizálni, tehát arra is lesz lehetőség, hogy megyek haza az autómmal, és akkor elérem a kapomat, akkor megkezdődjön az az interakció gyakorlatilag, hogy én mit szeretnék kezdeni a kapommal, hogy szeretném-e kinyitni például, és akkor ezt automatizálni fogja. Az okosóra az ugye egy olyan funkció, amelyik szintén a kényelmet hozza előtérbe, ez akár elmegy valaki kocogni egyet, és nem visz magával a telefont, akkor is ki tudja nyitni akkor majd a kapuját, és gyakran van az, hogy közelebb esik telefonról kinyitni, vagy kényelmesebb, mint a telefont nyomkodni ez ügyben. Egyébként a telefonra ilyen gyors hivatkozásként ki lehet rendezni, mind az Android, mind az iOS esetében, tehát egy gyors parancsorral el lehet érni azt, hogy ki tudjam nyitni ezeket a kapukat adott esetben, tehát hogy ne kelljen végigvárni azt, ameddig a menübe megkeresem, tehát ezek mind-mind így készültek el, így vannak leprogramozva. Hát ezt ugye a végére kellene hagyni ezt a diakockát, de én azért hagyok rá időt, hogy aki szeretné, az egy képernyőfotót készítsen, vagy mentse el adott esetben a képet, hogy hol lehet minket még elérni, meg hol lehet majd erről az eszközről még nézni további tartalmakat. Hát a diavetítés része az gyakorlatilag ennyi. Most egy videóban fogom még bemutatni azokat a funkciókat, amik ilyen képernyő nézet alapján történtek. Na, akkor most egy kicsit videózunk, jó? Oké. Okay. Én leszek a hangalámondás. Tehát itt ugye az applikáció letöltése. Tehát ugye az OpenIoT-nak az applikációját megtaláljátok ugye az App Store-ban, iPhone esetén ugye a Google Play áruházban pedig az Androidos megoldás esetén. Itt lehet látni azt, hogy letöltődik ez az alkalmazás, és a megnyitás itt megtörténik. Igen, hát ugye itt azért van szükség, hogy szeretne nekünk üzenetet küldeni, mert hogy lesz olyan push üzenetre lehetőség, amikor a kapunak a nyitva maradt, nyitva felejtett állapotáról, vagy a rendellenességről fog tudni minket tájékoztatni. A felhasználói fiók kiválasztásánál itt lehet látni, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye van Google-ös akonttal történő bejelentkezési lehetőség, ugye ez az Android-osoknak kedvez, Facebookos, Apple-ös és simán e-mailes, tehát ez a négy bejelentkezési mód lehet. Ezek alapján lehet regisztrálni. Itt egyébként egy olyan gyakorlati különbség lesz, ami érdekes módon itt a gyakran ismételt kérdésekhez be is került, hogy milyen fényképet fog hozzárendelni a profilhoz. Lehet majd látni egyébként a fényképét, az arcát a felhasználónak, és itt az a fénykép, ami az accounthoz van a különböző platformokon, az fog megjelenni. Tehát ez szokott még egy ilyen kérdésnél, hogy hogyan lehet képet változtatni, de azt fogja hozzárendelni alapvetően. Oké. Okay. Miután kiválasztottuk a fiókot, gyakorlatilag ugye regisztrálunk, mint fő felhasználó. Ugye én most itt Google-re jelentkeztem be. Kiválasztom a fiókomat.
És gyakorlatilag meg is történt az első bejelentkezés, tehát amikor idézőben tiszta a készülékem, tehát még nem csatlakozott rá eszköz sohasem, akkor ezt fogom látni. Ebben a fázisban még ugye nincsen összerendelve semmilyen eszközzel az én accountom. Ugye nyilván van arra lehetőség, tehát hogy én is használhatok több kaput, meg több helyre tudok csatlakozni, viszont lehet, hogy valaki a magánházán is megvesz egy eszközt, tehát nyilván amihez a jogosultsága van, azt fogja az accountokon belül látni, tehát föl tud venni, akár a saját eszközét is föl tudja venni az otthonit, és ugyanabban tudja mondjuk nyitni a belső kaput, hogyha a cégében is az van, és oda is meg van hívva, akár mint munkavállaló is. Itt ugye a következő lépés az az, hogy a felhasználói fiókkal bejelentkezem, és össze fogok csatlakozni egy eszközzel. Ugye itt még picit előre mentem a dologba, de ugye ki lehet választani a színsémát, tehát vagy a készüléknél használom automatikusan, amit a készülék használ, vagy ki tudok választani egy sötét és világos nézetet, illetve a nyelvi beállításoknál jelen pillanatban, most az angol és a magyar az elérhető, tehát jelen pillanatban, hogyha valakinek angol és angol nyelven kell, akkor azzal fogja tudni használni. Ezt könnyen át lehet váltogatni. Most ugye a biztonságról volt már szó, tehát az, hogy a készülék alapjaiban, főleg a LAN-os hálózat miatt lényegesen biztonságosabb megoldás, mint mondjuk egy távirányító, és itt kicsit azért óvatosan kell bánnom a szavakkal, mert hogy az elmúlt időszakban nem tudom, hogy kinek milyen információja volt, de ugye ez az eszköz, nem ismerem kimondani a nevét, ugye, mivel most itt az interneten nagy divat lehet, hogy törik fel a hálózatokat, meg másolják a 868, meg a 433-as eszközöknek a jeleit. Hát ugye ahhoz képest gyakorlatilag kikezdhetetlen a rendszer jelen pillanatban, mert ez egy teljesen más, ez egy zárt hálózat, tehát ez más a biztonság. De ugye amivel még fokozni tudtuk a biztonságot, hogy maga a készülékünk is hitelesít minket, tehát hogyha beállítjuk ezt a lehetőséget, a jelszavas védelmet, akkor maga a telefonnak akár a biometrikus azonosítása, akár a jelszavas védelme, ugye az meg fog minket attól óvni, hogyha valaki eltulajdonítja a készülékünket, vagy akar egy illetéktelen nyitást csinálni, akkor ezt meg tudja tenni, tehát ez is a biztonságot helyezi előtérbe ez a megoldás. Itt ugye biometrikus vagy jelszavas védelemmel, vagy mind a kettővel lehet nyitni a kaput ezek után. Oké, a profil beállításánál ugye, itt egy picit visszamegyek, hogy lehessen látni a pillanat, igen. A profil beállításnál ugye lehet látni a jogköröket, tehát amit kérdezett a kollega az előbb, ugye van egy tulajdonosi szint, én azzal regisztráltam most ezt az eszközt, ez egyébként átadható. Tehát egy telepítőként első körben ti paraméterezitek fel az eszközt, akkor később lehetőség van rá, vagy az átadás során lehetőség van az arra, hogy a tulajdonosi jogkört azt átadjátok a felhasználónak, tehát ezzel lehet azt elkerülni, hogy ugye nyilván még az elején nem ért hozzá, új neki az eszköz, a kezdő paraméterezést szeretné, hogyha a telepítője végezni el, viszont nem szeretné, hogy valaki benne maradjon. Tehát az a fajta átláthatóság, amiről az előbb beszéltem, hogy lehet azt tudni, hogy ki milyen szinten van benne ebbe az eszközbe, az már itt is látszik, tehát hogyha mondjuk be fog lépni a tulajdonosa majd ennek a készüléknek, miután át van ruházva rá a tulajdonjog, akkor onnantól kezdve látni fogja azt, hogy ki az, aki még hozzáfér ehhez az eszközhöz, hiszen a felhasználó listában ő pontosan fogja látni e-mail cím és név alapján, vagy az azonosító alapján, hogy ki az, aki ehhez a rendszerhez jogosult. Itt szokott is lenni olyan kérdés, hogy ha én mondjuk elmegyek egy hétre nyaralni, akkor hogyan lehet ilyen időszakos hozzáférést adni? Hát tök egyszerűen fölveszem, meghívom az e-mail címemmel, az e-mail címével, föltelepítem, és amikor hazajövök, akkor elveszem a jogosultságát, és onnantól kezdve nem tud hozzáférni a rendszerhez. Tehát ez ennyire egyszerű, felhasználó meghívás az úgy történik, és rákattintok a nyíra, és elkérem az e-mail címét, és elküldöm neki a meghívót, tehát ez egy viszonylag egyszerű folyamat. Azt hiszem, hogy a jó, erről itt mindjárt lesz még a videó tovább. Tehát ugye itt a profil beállításoknál a nevet tudom megváltoztatni, esetleg a profilképet, tehát át tudom szerkeszteni ezeket a feliratokat. A kaput el tudom majd nevezni, ez is látszik mindjárt a következő képkockákban. Vannak szerkesztési lehetőségek, lehet is látni, hogy megváltozott a név. Igen, és akkor a OpenIoTing test kapu néven fut ez most, ennek az ikonját meg tudom változtatni. A képen látható az a nyitva maradt kapu értesítés, tehát hogyha kettő darab végállás kapcsolóval használom a kaput, vagy akár egyel is, csak úgy ugye ott
a nyitott állapot az mindig föl fogja dobni, tehát ezért jó az, hogyha nem jutott el a zárt állapotig a kapu, akkor a nyitott kapu értesítést be lehet kapcsolni, ennek az időtartamát be tudom állítani, mikor szóljon nekem, és ha elmegyek úgy otthonról, hogy a kapu köztes állapotban maradt, vagy teljesen nyitva maradt, akkor fog engem figyelmeztetni arra, hogy nem záródott be. Hát nyilván, hogyha ez ami üzemi hiba miatt adódott, akkor vissza kell mennem, de hogyha csak egyszer elfelejtettem becsukni a kaput magam után, akkor távolból vezérlésre ugye vissza fogom tudni zárni. Az OUT 2 időintervallumról ugye megvan adva egy automata zárási lehetőség, ennek az időtartamát is be tudom állítani, tehát van arra lehetőség, hogyha ezt a kimenetet használom, akkor ott akár időre való zárást is be tudjak rajta állítani. Oké? Okay. Az eszköz információk még az, ami itt érdekes, tehát mindegyik eszköznek van egy saját ID-ja, ami lehet látni ugye egy ilyen MAC adressz címet, tehát ez az eszköznek az azonosítója, a rajta futó firmware, és az első üzembe helyezés dátumát jegyzi meg a készülék, és az lesz a jótállás kezdete, a jótállás vége az meg az ahhoz számított ugye egy év, tehát ugye lehet látni, ez a készülék 2024. 6.-29-én lett beüzemelve. Ami még egy jó diagnosztikai eszköz benne, hogy látom azt, hogy a felhő kapcsolat létrejött, helyi hálózaton elérhető az eszköz, és tekintettel arra, hogy Wi-Fi-vel csatlakoztunk fel, ezért LAN kapcsolat gyakorlatilag nem elérhető, viszont a Wi-Fi kapcsolat az igen, mindjárt látszani is fog. Igen. A hálózatnak a neve is látszik, hova felcsatlakoztam, ez tud információt adni arról, hogy ha több Wi-Fi elérésem, vagy azok közül melyiket használom, és a Wi-Fi kapcsolatnak látszik a jelerőssége. Tehát, hogyha valakinek kétségei vannak afelől, hogy ott azon a kapunál esetleg működni fog-e, akkor ezt akár már egy méréssel meg tudja csinálni, úgyhogy ha ráadja a tápot előre, lehet majd azt látni, hogy a wifi kapcsolat mennyire lesz neki erős. Oké, okay. Itt most a tesztkapunak a... Jó. Itt ugye picit előre mentem a videóba, ott már ugye föl volt tanítva egy eszköz, itt viszont az látható majd, hogy milyen egyszerűen tudom feltanítani az eszközt a hálózatra, tehát most jelen pillanatban ez a rész arról fog szólni, hogyha szeretném csatlakoztatni az eszközt a fiókomba, akkor ez hogyan fog megtörténni. Oké. Találta a készüléknek az oldalán egy nyomógomb. Ezt kell megnyomnom. Most itt a fontos az, hogy itt mivel direkt kapcsolatom van az első csatlakozáskor a készülékem, a telefon készülékem és a OpenIoT-ink között, ezért közvetlenül ott kellene a közelébe, tehát itt direktbe kell fölvennem a kapcsolatot az OpenIoT-ingal az első, hiszen ezen keresztül tudom neki megadni azt a hitelesítő jelszót, mivel majd ő föl fog tudni arra a Wi-Fi hálózatra csatlakozni, amin keresztül már a hálózatban fogunk vele kommunikálni, de az első csatlakozásnál fontos az, hogy közel legyek a készülékhez, tehát hogy mindenképpen meglegyen a direkt kapcsolat. Ha ezt a gombot megnyomtam 5 másodpercig, akkor mutatja is egyébként az ábra, akkor elindul egy csatlakozási folyamat, az oldalán ez az IP LED elkezd villogni, és akkor lesz arra lehetőségem, hogy ezt a készüléket csatlakoztassam. Oké. Okay. Itt föl is dobja, hogy szeretne csatlakozni a hálózathoz. Keres. Jó, és akkor itt most látom azt, hogy melyik hálózatra ment föl, most egy nagyon picit visszamegyek, megpróbálok vissza, igen. Itt lehet látni, hogy fölment erre a telpróba hálózatra, és ennek a jelszavát kéri, tehát a hálózathoz szükséges jelszó megadása után már föl fog csatlakozni arra a Wi-Fi-re. Itt egy nagyon bonyolult jelszavat adtunk meg az irodába, az 1-2-3-4-6-7-8-at, ezt azért nem javaslom, hogy ez legyen egy Wi-Fi-nek a jelszava. És hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag fölismeri a készülék, és össze is csatlakozott, tehát sikeresen felcsatlakozott az eszköz. Innentől kezdve gyakorlatilag a telefonomon keresztül látni fogom. Ha van frissebb verzió a készülékhez, tehát a dobozban volt mondjuk fél éven keresztül egy raktárba, és az eszköz frissítése szorul, akkor az első csatlakozásnál ezt meg fogja tenni. Itt lehet látni még, hogy az alap elnevezése ugye az a MAC address lesz gyakorlatilag, tehát azt kell majd megszerkesztenem, meg a logót is változtatni fogjuk hozzá, és ezt meg is mutatom, hogy hogyan kell. Az eszköz beállításoknál az eszköz nevét írom át legelőször. Erre ugye azért van szükség, hogy a több eszközt fogok használni, mondjuk egy accounton belül, akkor pontosan lehet azt látni, hogy melyik
melyik készülék hol való, tehát a külső kapu, belső kapu, csónakház, telek, nyaraló, otthoni épület, redőny, tehát bármit be lehet ide írni, tehát az alapján, és az ikont pedig megváltoztatjuk erről a vasmacskáról egy ilyen fölfele húzódó garázsajtóra. És a nyitva maradt kapu értesítést azt pedig beállítjuk. Hát az rögtön nyitva is fog maradni, igen, mert hogy a nyitás érzékre az ez esetben nyitva volt. Tehát hogyha pillanat visszamegyek, és akkor látjátok azt, hogy milyen üzenetet dob föl. Tehát lehet látni, hogy a kapunak a nevét fogja kiírni, és azt, hogy ez a kapu nyitva maradt. Ugye ez a bemenet az éppen nyitva volt akkor, amikor én ezt föl aktiváltam, te ezt fogjátok megkapni értesítésként abban az esetben, hogyha mondjuk a zárás követően, vagy miután elmentetek otthonról, kiadhatok egy zárási parancsot, a kapu mégis nyitva maradt. És itt indul a frissítés, tehát ez a háttérben fog lefutni. Hogyha van elérhető frissítés, akkor ezt véghez fog menni. Addig nem lehet használni egyébként, itt most egy picit lett a videó vágva, tehát ez van, amikor eltart egy jó pár percig, de utána a frissítést követően azonnal lehet használni. És ugye ebben az első működési módban azt fogom megmutatni, hogy mi történik akkor, hogyha nincsenek végállás kapcsolók ehhez a vezérléshez. Ugye azt fog történni, hogy elhúzom a nyitáshoz vagy a záráshoz, bármelyik irányba elhúzom a nyitó opciót, és abban a pillanatban ugye elkezd nyitni a kaput. A másik irányba húzom, akkor pedig fogja és bezárja a kaput. Tehát ez a legáltalánosabb használati módja. A másik esetben ugye itt már nyitásérzékelővel rendelkezünk, ugye a nyitás parancsot követően átállt a köztes állapotba, itt lehet látni, ugye, hogy megvan animálva is, hogy éppen nyílik a kapu, és amikor a felső végállásba érkezik, akkor lehet látni azt, hogy nyitott. Hogyha itt a nyitott állásnál rányomok egy vezérlést, akkor újra köztes állapotba kerül a nyitás érzékelőnél, és ameddig le nem csukódik ez a kapu, addig ugye a nyitott állapotot fogja továbbra is mutatni, és akkor lezárt, akkor pedig nyugtázza, hogy rendben van. Most ugye ez azért egy nagy előny, mert ha előveszed a telefonodat a zsebedből, és simán csak arra vagy kíváncsi, hogy ez a kapu ez éppen nyitva van-e, vagy éppen zárva van-e, vagy bármilyen eszköz, akár redőny, akár sorompó, vagy bármi, akkor itt lehet látni azt, hogy milyen állapotban van ez a kapu, milyen nyitási és milyen zárási állapotban van. Hát így néz ki egyébként a készülék, ugye a sorkapocs megoldása. A sorkapocs lehúzható, tehát hogyha valakinek olyan igénye van, hogy szeretné úgy megkötni, hogy először megköti a sorkapcsot, vagy a cserénél esetleg ne kelljen mindent újra kikötnie, akkor ezt meg tudja tenni, tehát mindig sorkapocs leválasztható. 230 volt AC az ugye külön van választva. Ugye a bekötés az így történik. Hát ugye az alap, hogy mindenkinek ajánlom az érvékhüvelyt, nem csak én, hanem a szabvány is. Lehet látni ugye az OUT 1 és az OUT 2-es bemenetet. Itt lehet látni azt, hogy amiről volt már szó, hogy Commando NC, tehát hogy mind a két fajta kapcsolási módot tudja, tehát teljes értékű relé van mindentől függetlenül, tehát ami az érintkezőre ki van vezetve, az gyakorlatilag itt meg is jelenik az OUT 1-en is, meg az OUT 2-en is. A bemeneteknél pedig lehet látni azt, hogy a végállás kapcsolóknak is ugye külön jelenik meg a GND és a bemenete, és a nyomógombnak, ami pedig a nyitáshoz van, azt is el lehet vezetni adott esetben. A kapcsolókkal ugye ott van ez a beállítási lehetőség, ez a dip switch kapcsoló, amivel át lehet állítani ezeket a paramétereket, és amit kérdeztél az előbb, az a gombocska, ugye itt a szélénél az a VS feliratú, az van egyrészt a hálózatra való feltanításhoz, és másrészt pedig a reszetelés is azzal lehet elvégezni. Jó, és azon gondolkozom egyébként, hogy mik azok a tulajdonságok még, amire így ki tudjuk hegyezni egy kicsit a dolgot, hogy így a jelenleg kapható eszközök közül. Hát ugye amit nagyon szívesen láttak, meg tényleg egy nagyon előnyös az, hogy tényleg egy kulturált zárt dobozban van, tehát hogy nem egy csupasz panel fog kalimpálni egy kötődobozban, hanem ezt normálisan rögzítve föl lehet szerelni. Ugye láttuk azt, hogy volt már, aki felszerelte úgy kapu garázsnyitóra, hogy az oldalára felrakta a készüléknek, tehát ugye a csavarhely megvan hozzá. A 230 voltnak a szétágasztatása az nagyon egyszerű dologgá vált, tehát ezt tényleg
kedvelni fogják, tehát innentől kezdve nincs ilyen probléma, hogy most akkor honnan tápoljak, meg honnan vegyek le, meg honnan van 12 volt, vagy honnan van 24, vagy milyen feszültségnemmel. Ugye ebből adódóan itt egy, az összehasonlításnál, az ár összehasonlításnál ugye szoktam mondani, hogy ebbe azért benne van egy tápegység, tehát hogy nézzük azt, hogy ez egy tényleg kompletre konyhakészre összeszerelt valami, úgyhogy azért ez egy nagy előnye az eszköznek, hogy az a szűrt tápegység megoldás, ami ahhoz kell, hogy ezt tökéletesen üzemelni tudjon, ez benne van ebbe a készülékben, és ez a két csavarozható fül, ezzel pedig föl lehet rakni akár egy kötődobozba is utólag. Erről egyébként a TikTokon van is fönn videó, tehát hogyha valaki még nem látta, akkor azt javaslom megnézni, mert ott volt egy ilyen komplett átalakítás. Lehet bemutatóra venni mint a darabot. Hát általában ez úgy szokott történni egyébként, hogy úgy szokták bemutatóra venni, hogy megveszik, és fölrakják otthon, és akkor szokott utána az, hogy akkor kell a szomszédnak is, meg mindenkinek. Tehát nagyon sokan jártak már így, akár itt a cégen belül, vagy telepítő kollégák, akik már hozzájutottak, hogy van rá lehetőség persze, hogy megvásárolni a készüléket. Amit még nagyon érdemes egyébként, hogyha a forgalmazóként fogjátok értékesíteni, és itt egy ilyen picit a múltbéli tapasztalat, nem azt mondom, hogy konkurens, inkább az ilyen helyettesítő termékek, amit itt a nagyvilágból meg tud rendelni az ember, hogy nagyon sokszor halljuk azt a panaszt, hogy megvesznek valamit valahonnan, és aztán nincsen hozzá support. És amiatt kell kicserélni adott esetben az eszközt, mert megváltozik akár valamilyen feltételrendszer, vagy a Android esetében, vagy az Apple esetében, tehát ők is azért szeretnek szabályokon változtatni, és nem tudnak utána menni, tehát hogy nincs, aki foglalkozzon ezzel. Tehát ennek a terméknek magyarországi szapportja van, folyamatosan foglalkoznak vele a fiúk, hogyha valamilyen igény feljön, vagy valamilyen változás történik, ami a működését befolyásolná, hogy ezek mind-mind napi szinten követve legyenek. És ami érdekes, most már szinte nem telik el úgy hét itt az irodába, hogy nem jönne föl egy olyan kérdés, akár külföldön, akár Magyarországon, hogy hol üzemel a szerver. Tehát ez most már olyan kardinális kérdésé vált mind a kereskedők, mind a felhasználók esetében, hogy heti szinten jön föl ez a dolog. Ez gyakorlatilag ezt mi üzemeltetjük, tehát itt nem, itt ezért most nem ledegradálva, nem kínai szerveren működik, amiről nem tudjuk a hátterét, hanem gyakorlatilag a TEL által működtetett szerveren működik minden, teljesen zárt, kontrollálható a dolog, tehát hogy nem vagy kitéve annak, hogy az adataid, a fogyasztói szokásaid, az accountod, a hozzáférésed esetleg olyan kezekben van, aminek nem tudod a hátterét. Tehát hogy ez is nagyon fontos volt számukra is, és most már hála Istennek az ügyfelek is keresik ezt a megoldást, tehát tényleg heti szinten följön ez a kérdés nagyon sokszor, hogy ez kiüzemelteti ezt a szervert, és milyen körülmények között. Úgyhogy ez is a TEL-nek az üzemeltetésében van. Én azt gondolom, hogy ez sok mindenre garancia, egyrészt azt, hogy működni fog, másrészt arra, hogy jó kezekben vannak az adataid, nem lesz fel a visszaélés, és nem lesz eladva az adatod. Tehát, hogy ezt mindenképpen fontosnak tartottam így megemlíteni. Azt, hogy telepikőténként tudsz regisztrálni a tel.hu-n, igen, azt Anna Mária írta is. Köszönöm szépen. Jó. Oké, hát ezeket a regisztrációkat a tel.hu-nak az oldalán meg tudjátok tenni. Érdemes megnézni a többi eszközünket is. Tehát a kapunyítóban ugye a gate kontrollok azok továbbra is teljesen jól működnek. Ha valakinek olyan igénye van, hogy szeretne olyan eszközt, amelyikben SIM-kártya tehető, mert valakinek viszont az a kimondott igénye, hogy ilyen megoldást keres, akkor arra a gate control megoldás van. Ugye az 4G-vel, tehát hogyha valaki kevésbé ismer az eszközt, ugye 4G modullal van beépítve, tehát az azt jelenti, hogy egy jó viszonylag hosszú élettartama lesz még a 4G-nek Magyarországon, tehát egy jó élettartamú és gyors nyitású vezérlést fogsz tudni vele kialakítani. Köszönöm szépen akkor mindenkinek a figyelmet!